Meg mit adok én ehhez a műfajhoz, meg mindazt, amit csinálok, mint nő? Hát ugyanazt, amit a férfi. Tehát a saját érzelmeimet, tapasztalatomat, a társadalom, a repressziót, tehát azt, amit ami engem bánt, akár mint ember, mint nőt, az ugyanaz. Tehát nőként kicsit másképp érzem a dolgokat, és azt hiszem, hogy ez a másság nagyon fontos, hogy most a nők mondják el, és adják elő a másságnak a titkait. Mert ez idáig úgy volt, hogy a férfiak írtak a női világról, és nagyon szépen és jól is minden. De amióta a nők, ugye, írástudók, és nem olyan régen járnak ám a nők az egyetemre, és nem olyan régen szabad, illetve szabad úgy megírni és megjelennünk, ahogyan, hiszen az én korosztályom kezdte el az úgynevezett szexuális forradalmat, és az egyenjogúságot, minden értelemben, a munkahelyen is, a családban is. Tehát ilyen értelemben nagyon izgalmas korban éltem a 60-as, 70-es években, akkor, amikor én valójában a fiatal nőként éreztem a férfi társadalomnak az uralmát. Tehát én ezt mind végigcsináltam, ilyen értelemben mondhatom, hogy volt anyagom, mi ellen tiltakozni, mit kisikoltam magamból több nyelven, mert olyan szerencsés korban születtem, amikor az először történt. Na most a mai fiataloknak úgy érzem, hogy sajnos nem igazán nyitottunk utat, és nem segítettük ezt a bizonyos felszabadulást, mert a dolgok ismétlődnek, és nincsen igazán megoldva ez a női gond. Tehát továbbra is lesz a nőknek témájuk, miről írjanak, mi ellen küzdjenek, és kifejezik magukat. Tehát azt hiszem, hogy ez egy örökös téma marad, akár a szerelem alá, ugyanígy ez a női sors. De hát a férfiaknak is megvan a bajuk emiatt, a női emancipáció miatt. Ezt meg ők írják meg, ők adják elő.